és majd is van mellettem Bóta Gábor, színház kritikus, szervusz Gábor! Szia, hát most valami karácsonyival kéne előrukkoljak, de olyat tulajdonképpen nem láttam, mert itt nagyon karácsonyi hangulat. Annyit tudok elmondani karácsonyilag, már úgyis annyit beszéltem Bábszínházról, hogy ilyenkor a Bábszínház diótörő előadása, ez most már hagyomány, elmegy a Művészetek Palotája nagy termében, és három alkalommal élő zenével játsszák a diótörőt, méghozzá úgy, hogy maga Kocsis Zoltán vezényel, és ez egy nagyon izgalmas dolog szokott lenni, ugye ebben vannak óriásbábok, tehát amik tulajdonképpen még ilyen hatalmas színpadon is érvényesek, de vannak benne olyan beletett dolgok, amik egyébként nincsenek az előadásban. Például az eredeti produkció az 20 perccel rövidebb, mert nem a teljes művet adják elő, de Kocsis Zoltán ragaszkodott hozzá, hogy ő csak akkor vezényli ezt, hogyha a teljes művet. Úgyhogy kiegészül bizonyos jelenetekkel a diótörő Művészetek Palotájával, és ugye ez aztán igazán egy abszolút igazi karácsonyi történet. De most nem erről fogunk beszélni. Az egyik produkció a Primadonnák a játékszínben az az eset, amiről ha valaki azt gondolja, hogy hát akar egy jót röhögni, és olyan nagyon más nem is akar, az tulajdonképpen nyugodtan elmehet rá. Van azért ebben más is. Ugye ez egy olyan kortárs darab, aminek az ikletője azért Shakespeare, mégpedig a Vízkereszt vagy amit akartok. Tehát azt a történetet helyezi modern közegbe, meg bulvárosítja ugye némi képpel, könnyíti el, hogy így mondjam, de benne vannak a Vízkeresztből mondatok. Hát az alaptörténet, ez a tipikus vígjátéki helyzet. Van egyébként két ilyen csóró Shakespeare színész, akik képtelenek megélni abból, hogy ők Shakespeare színészek, és meglátnak egy hirdetést, amiben egy öreg hölgy a régen nem látott rokonait keresi örökség céljából, mert hogy rájuk akarja hagyni. Na, erre persze rákattannak, aztán egy picit azért meglepődnek, amikor kiderül, hogy igazából női rokonokat keres ez a hölgy, de hát színészek nem gond, úgy beöltöznek nőnek, mint a piny, ez is a tipikus vígjátéki helyzet, és eljátsszák a rokonokat. Szente Vajk és Nagy Sándor a két srác, nagyon jó pofa bohóc párost alkotnak, és Szirtes Tamás rendezte a produkciót, aki ugye ezeknek a jól csúszó bulvárdaraboknak abszolút a mestere, tehát nagyon jó alaposan oda tudja ezeket tenni, bár én tulajdonképpen az úgynevezett előbemutatót láttam, ami igazából az előkelő neve a főpróbának, ott az első részben én még nem éreztem, hogy minden takra megy, meg voltak döccenők, de azt kell, hogy mondjam, hogy ugye ez nagyon nehéz, ez a női ruha, mert itt aztán lehet ízlésficam, meg ripacskodás, meg minden. És hogy jól vették az akadályokat, és hát vannak azért az előadásban nagy ágyuk, hát ott van például maga Gálvölgyi János, aki az öreg hölgynek az ilyen kicsit bamba, de azért időnként meg nagyon jó meglátásokkal rendező orvosát alakítja, mindig azt hiszi, hogy már meghalt a nő, de aztán nem, mert Zsuzs Kati játsza, aki számtalanszor ugye képes arra, már nem először játszik ilyen meglehetősen virgonc teli véröreg hölgyeket, tehát fölpattan állandóan haló poraiból, és amikor kell észnél van, és persze a végére minden helyére áll, van két fiatal hölgy is, mert ha van két fiatal srác, miért ne lenne, egymáséi lesznek, szóval minden rendben lesz, és az utolsó 6 percben van Vízkereszt jelenet is. Tehát csak Shakespeare szöveggel 6 percben így végigrohannak egy picit a Shakespeare-en. Azért annyit hagy mondjak, hogy aki netán-tán az igazi Vízkeresztre kíváncsi, egy meglehetősen jó előadásban láthatja a Pesti Színházban. Fiatalok játsszák végzős főiskolások zömében. No, utoljára majd beszélünk még főiskolásokról, mert a homokemberről beszélünk, amit szintén főiskolások játszanak, és egy meglehetősen meglepően nagyszerű előadás.
De előtte beszéljünk a bűvös vadászról, amit ugye nagyon régóta nem játszott az Operaház, ez Webernek a darabja, egy ilyen Wagner előtti romantikus opera, és most misorra tűzte. Az érdekessége a dolognak, amiből félig meddig botrány van, hogy Zsótér Sándor rendezte, aki ugye nem a hagyományos produkciókról híres, és ez az Operaházban ugye mindig, hogyha nem olyan szép kosztümösen és úgymond rendesen rendezik, akkor ez felháborodást szokott kelteni. Azt lehet tudni, én nem a premiért láttam, hogy a premiéren Zsótér Sándort kifütyülték. Na most nem először történik ez ugye meg, Kovalik Balást is, aki a legjobb opera rendező, azt akartam mondani, hogy Magyarországon, de pillanatnyilag ugye tudjuk, hogy Magyarországon nem rendez, hanem külföldön rendez többfelé. Sajnos, tehát mondjuk azt, hogy a legjobb magyar opera rendező, vele is többször megtörtént, hogy kifütyülték, volt, hogy jó előadásnál volt, hogy rossznál. A Zsótér produkciója szerintem nem rossz előadás, rendhagyó dolgok vannak, és zeneileg meglehetősen jó, Halász Péter vezényli, és nagyon-nagyon erőteljesen szól a zenekar. Ugye Halász Péter már nem is olyan régen az Árnyék nélküli asszonyt, ami egy kiváló előadás, azt is vezényelte, aminek egészen hatalmas zenekara van. Na most a Zsótér csinál dolgokat, tehát van a dologban félmeztelenség, meg majdnem meztelenség, és ezek nem feltétlenül úgymond szép emberek, hanem félmeztelen idősek mondjuk, akár elhízva. Tulajdonképpen tényleg ez is egy romantikus mese, azt kell, hogy mondjam. Ugye a bűvös vadást lényegében, aki lényegében lepaktál az ördöggel, mert nem sikerül neki találatokat elérni valamilyen módon, és ugye szüksége van arra az úgynevezett próbalövésre, ahhoz, hogy elnyerje a mennyasszonya kezét, és lepaktál az ördöggel. Az ördögöt Ladányi Andrea alakítja, nem énekel, de hát hihetetlen a táncos és a színészi jelenléte, ahogy ez szokott. Sőt, azt kell, hogy mondjam neked, hogy amikor beszél, van néhány ilyen nagyon kemény szava, az egészen hátborzongató és lidérces. Ellentétben azzal, amikor az opera énekesek zöme beszél, itt meg kell szólalni prózában, az időnként nagyon kínos és nagyon már a dilettánsba hajló, de viszont meglehetősen szépen énekelnek. Kovácsházi István ebben a szereposztásban, amit én láttam, a címszereplő, Szabóki Tünde a mennyasszony, akinek a végén azért csak elnyeri a kezét, és hát mennek haza a szünetbe, de azért majdnem dugig van a színház egy sima hétköznapi előadáson, az Erekes Színházban nagy szó, és mennek haza a szünetbe, ez ilyen 100-150 ember meglehetős felháborodással megy haza, nagyon csúnya megjegyzések is vannak, egészen olyanok, hogy hát ezt az állatot ide meghívták rendezni, és ezért valószínű, hogy még pénzt is kapott. Ez az állat egy Kossuth Díjas művész, méghozzá egy igen jelentős művész, és ez a produkció bár rendhagyó, azt gondolom, hogy nagyon figyelemre méltó, és tulajdonképpen a végén az történik, hogy vannak, akik szinte taps nélkül mennek ki, és vannak, akik vastapsolnak, bravoznak, újonganak, megosztja a közönséget, ugye lehet tudni, hogy annak idején, amikor a világhírű Jubimov, aki nemrég halt meg, rendezte a Don Giovanni, tulajdonképpen ott is ez történt. Tehát valami történt az Erkel Színházban, lehet, hogy vitatható a produkció, de azt gondolom, hogy mindenképpen figyelemre méltó. Na, és akkor a jó meglepetés az a Színház és Filmművészeti Egyetemen történt. Ez is egy mese.
E.T.A. Hoffman, ugye, aki egyébként a Diótörőt is írta, annak a Homokember című novellájából, meg talán még más novellákat is belegyúrtak, készült egy darab, amit a harmadéves bábszínész növendékek adnak elő, tehát nincs a dologban egy darab báb sem. Ez gyakran előfordul, de ugye azt mondják ők, hogy tulajdonképpen ők ugyanúgy megtanulják a úgymond normál élő színészetet, és hozzá még bábozni is tudnak. Bábról egyébként van a produkcióban szó. Ez félig meddig horrorba hajlik ez a történet. A főszereplő srác azt képzeli, tehát van egy ilyen rémképe, egy víziója, egy ilyen homokemberszerű szörnyről, aki jön, és úgy kikapja az emberek szemét. Most tulajdonképpen egy bekattant valakiről van szó, akit a párja, meg többen próbálnak észhez téríteni, de ez a bekattantság nagyon izgalmas, ugye Szász János, aki rendezte, tudjuk, a neves filmrendező, aki időnként rendez színházban is, és most ugye ezt megcsinálta, ez tulajdonképpen nyilatkozta is, hogy őt hogy érdeklik a bekattant emberek, ugye mindannyiunknak van valami stikje, még ha próbáljuk is titkolni. Na most terveztek hozzá egy nagyon izgalmas teret, tulajdonképpen ez nem a Audrey színpadon játszódik, hanem az úgynevezett padláson, ami fönn van a főiskola tetején, vagy egyetem, bocsánat, mindig eltéveztem. Két oldalról üljük körbe a teret, közben itt átrendezik, ezt a teret is átrendezik, és ez hallatszik be. És egy ilyen hosszú pást van tulajdonképpen, ami végig be van borítva homokkal. Tehát ezen játszanak a meglehetősen ígéretes színészek, és ebből összeáll egy ilyen szintén romantikus, de ugyanakkor rémes történet, és a rémsége igazából a belső rémeink. Mutatják itt meg. Bóta Gábornak köszönjük szépen!